Az ajkai üzletek közel fele válaszolt az ajkai minőségtanács az AMIT felhívására, és küldte vissza kitöltött kérdőívét. A helyszíni szemléken kiderült, hogy az üzletvezetők önértékelése az esetek nagy részében nem igazán reális. Az igazsághoz tartozik persze, hogy a követelmények is magasak voltak. Schwarz Béla polgármester szerint azonban Ajka lakosság számát az ahhoz viszonyított gazdasági és kulturális teljesítményét tekintve is a magyarországi átlag fölött van. Így az ajkai minőséget is csak átlagon felüli teljesítmény jellemezheti. Ezt az álláspontot az AMIT tagjai is magukévá tették, így a minősítést és az ahhoz kapcsolódó helyi adókedvezményt csak azok a pályázók kaphatták meg, amelyek 100 pont felett teljesítettek, ilyen pedig kevés akadt. Az önértékelést egy bizottság ellenőrizte, megállapításait az AMIT titkára Fábián Anikó összegezte. Kedves Anikó, kikből állt a bizottság és milyen szempontok alapján döntött? A bizottság három tagú volt, Schwarz Béla polgármester úr, ő az ajkai minőségi tanács elnöke is egyben, Kisné Ökrös Judit, aki az önkormányzati területért felelős ügyintézője, illetve jó magam. A fő szempontok a külső és a belső megjelenés, illetve a működés voltak. Ezek a szempontok minden üzlet esetében mérhetők, ilyenek például a homlokzat, a bejárat minősége, a tisztasága, az üzlet megvilágítása, esetleg a raktár rendezettsége, vagy a bútorzat miensége. Azonos pontszámok esetén előnyt jelentett például egy fotocellás ajtó megléte, vagy többféle fizetési lehetőség. Tapasztalataik szerint min lehetett elbukni az igazán kiváló minősítést? Elhanyagolt megjelenéssel. Kirívóan lehangoló tapasztalatokat is szerzett a bizottság, például, hogy egy próbafülkében nem volt szék, vagy egy virágüzlet kirakatában száraz serepes virág pókhálóval található. Ugye sok vállalkozó a pénzhiánnyal próbálta igazolni azt, hogy milyen az üzlete, de véleményünk szerint egy piszkos kirakatüveg nem igazolható pénzhiánnyal. Jó, akkor a negatívumokról már beszéltünk, ejtsünk szót a pozitívumokról is, tehát tapasztalták-e már pozitív hatását ennek a kezdeményezésnek, és folytatódik-e? Igen, tapasztaltuk. Néhány üzlettulajdonos megfogadva a tanácsunkat már kijavította a hibákat. Vásárlóként, amikor visszatértem a boltba, már tapasztaltam, hogy kijavította a hibát. Mindenképpen folytatjuk, hiszen a megkérdezettek is jó kezdeményezésnek tartják. Bízunk benne, hogy még több üzlet csatlakozik. Természetesen felhasználjuk a szerzett tapasztalatokat. A verseny abszolút győztese a Sétáló utcán található Fisli Optika lett. Üzletvezetője, társtulajdonosa Fisli Jánosné. Tőle kérdezzük, hogy milyen meggondolásból neveztek be erre a versenyre. Mi 23 éve vagyunk családi vállalkozás. A 15 éve a város központi helyén van üzletünk, és úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk magunkat. Végül is ez egy új kezdeményezés volt a polgármester úr részéről, és mindenképpen szerettünk volna megmérettetni. Mennyire volt csábító a díj? Tehát elég komoly kommunális adókedvezményt lehet kapni érte. Nem a díj volt az elsőleges szempont. Mi szerettük volna megmutatni, hogy dolgozunk, hogy éljük mindennapjainkat itt az üzletbe, az egész család. Férjem, két gyermekem is itt dolgozik, és tehát elsődleges szempont az volt, hogy megmutassuk, hogy dolgozunk. Nincsen könnyű dolguk itt, hiszen egy optikai üzletben több ezerféle apró cikk van. Ezt úgy elrendezni, hogy szemedgyönyörködtető és vevőcsalogató is legyen, nem könnyű. Mi a titkuk? Folyamatosan bővül az árukészlet, tehát ez magától értetődően állandó frissítésre szorul, hol az üzletbe, hol a kirakatba. Kirakatba főként azért, hogy akik itt erre sétálnak, ők mindenképpen tájékozódva legyenek, ha nem is jönnek be az üzletbe. A kirakatot az teljes egészében mi rendezzük, az akciós plakátok elkészítésében van segítségünk. Most abszolút első helyet értek el, tehát ez mindenképpen nagy siker. Én azt gondolom, hogy ez kötelez a folytatásra. Indulnak jövőre? Hát mi köszönjük a bizalmat, mi mindenképpen folytatjuk, nem ugyanígy, hanem még színvonalasabban.
igyekszünk vásárlóinkat maximálisan kiszolgálni. És igen, jövőre is megpróbálunk pályázni, és bízunk egy jó szereplésbe. A vendéglátós kategória abszolút győztese a Helios cukrászda lett. Az üzletet működtető cég társtulajdonosát, Baumgartner Zsoltot arról kérdezem, hogy az Ajkai Szó nyári nagy fagyi tesztjén elért első helyezésük adott-e ösztönzést arra, hogy ismét beszálljanak egy versenybe? Igen, adott ösztönzést, és megerősített minket abban, hogy jó úton járunk a fagylaltal is, amit kiállításokon, versenyeken való részvétellel próbálunk mindig újdonságokat kialakítani belőle. Ezúttal azonban nem a közönség döntött, hanem egy egységes szempontrendszer alapján egy szakmai zsűri. Mennyire volt az ő véleményük segítségükre? Tehát kaptak esetleg olyan értékelést, ösztönzést, ami hasznosítani tudnak a munkájukba? Igen, tudunk hasznosítani, és azokat meg is fogjuk fontolni, és létre fogjuk hozni. Természetesen a vendégeinket is meghallgatjuk napra készen, és ezeket az üzletnek a folyamatába beépítjük, a vendégek véleményét. Tehát minden véleményt igyekeznek hasznosítani, a szakmait is, meg a vendégekét is, de a vendég a fő. Így van, a vendég a legfontosabb, mindig a vendégnek van igaza, és utólag is szeretnénk megköszönni a nyáron a fagylalteszten való részvételüket, amiben segítettek minket. Igen, a nyári fagylaltesznek is volt számomra egy érdekes tanulsága, ugyanis ugyanazt a fagylaltot árulják két üzletükbe, a Helios mellett a hotel földszintjén levő Mackó cukrászdát ugyanez a cég üzemelteti. A fagylalt például teljesen ugyanaz, a fagylalteszten mégse volt azonos az eredmény. Úgy tudom, most is nevezték mind a két üzletet, és ezúttal se lett azonos az eredmény. Minek tulajdonítja ezt? Szerintem a Helios cukrászda a jobb helyen van, és népszerűbb, mint a Mackó cukrászda, tehát több vendég látogatja, mint a kerthelyiséget, meg mind a belső termet. Jövőre ismét kiírják ezt a versenyt, lehet, hogy kicsit megváltozott feltételekkel, hiszen a zsűri is igyekszik tanulni a saját hibáiból, de lesz verseny. Nevezés is lesz? Igen, nevezünk jövőre is, megpróbálunk újra nyerni, hogyha lehetséges, és nagyobb erőbedobással. A pályázat kiírói nem titkolták azt a reményüket, hogy a mostani díjazás az ébreszt egy egészséges irigységet vagy versenyszellemet a város többi vállalkozójába is, akik igyekeznek felzárkózni a mostani díjazottakhoz. Mivel biztatná őket? Hát én azzal biztatnám őket, hogy Ajka város jobban megismeri őket, egy erkölcsi győzelem, egy szakmai versengésben egy elismerés, amit nagyon köszönünk, munkatársaink nevébe is, és én a munkatársaimnak is köszönöm a részvételt a versenybe és a további munkába. A szolgáltatók kategóriájában egyetlen ajkai üzlet érte el a minőségdíj szintjét, a Molnár Gumi Szerviz, a cég tulajdonos Molnár László. Én annak tudom be ezt a jó eredményt, hogy elsősorban az ügyfelekkel való személyes jó kontaktus és kapcsolat. Ez a legfontosabb az egyik. Utána az ügyfeleknek a pontos és határozott kiszolgálása és a szakmai hozzáértés. Én úgy látom, hogy a gumiszerelés az alapjába véve egy elég piszkos munka, hiszen az autógumik még tiszta állapotban is képesek mindenféle fekete foltokat hagyni jobbra-balra. Ehhez képest ebben a műhelyben az én első benyomásom az, hogy ragyogó tisztaság uralkodik. Hogy tudják ezt elérni, és miért tartják fontosnak? Hát ezt úgy tudjuk elérni, hogy először is kialakítottunk egy olyan dolgozó csapatot magunk körül, akik elfogadták azt, hogy egy munkahely az majdnem hosszabb életvitelt tölt el az életébe, mint akár a magánélete. És ettől pillanattól fogva a dolgozók maguk alakították ki maguk körül a rendet, más pedig azt, hogy a korszerű berendezéseket megvásároltuk. Tehát az, hogy egy kerék vagy egy gumiköpeny koszos, ahogy beérkezik az autóval, a mai modern technikára, azzal a sárra, hogy pontosan tudjon dolgozni, nem lehet felszerelni. Ezért mi vásároltunk egy kerékmosót, ami azzal kezdődik, hogy minden egyes kereket lemosunk, és úgy kerül a szerelőgépre és a kiegyensúlyozógépre a pontos, precíz munkavéget. És ennek tudható ez. Maga a szerviz ad meg, továbbra is csak azt mondom, hogy a munkatársaimnak köszönhető, hogy minden este feltakarítanak, maga után minden este rendbe rakják a
a gépeiket, és másnap reggel minden, mintha nulláról kezdenék, úgy kezdődik, nincs olyan, hogy majd holnap. Ezekben a napokban éppen csúcsra jár minden gumiszerviz, tehát ebben a műhelyben sincsen ám ekkora nyugalom, mint amit a kedves nézők itt látnak körülöttünk, hanem majd amiket a vágóképeken tapasztalnak. Ugye most az a kérdés, hogy az ajkai minőségdíj az hozhat-e újabb kuncsaftokat, meg egyáltalán beférnének-e még ide? Hát köszönöm szépen még egyszer az elismerést. Talán biztos, hogy hozhat, az igényesebb ügyfeleknek biztos, hogy hozhat. Én egy szlogent megengedtem magamnak, amikor ezt a szervizt elkészítettük 1997-ben. Akkor egy kicsit először nagyképűnél találtam, de kifüggesztettem falra egy szlogent. A rossz minőség emléke sokkal tovább él, mint az alacsony ár miatt érdett rövid kekis öröm.